Köszöntöm Önöket! Sebes György vagyok a hírekkel, ez a heti tévé híradója. Főbb híreink. Legfeljebb novemberben várható a nyugdíjak korrekciója, közölte Gulyás Gergely. A pedagógusok tiltakozás ellenére zöld utat kaphat a státusztörvény. Orbán Viktor szerint az Uniónak mielőbb fel kellene vennie a balkáni államokat. Izraelben erősödhetnek a tüntetések, miután a kormányfő folytatni akarja az igazságügyi reformot. És most a részletek. Az idén nyáron a nyugdíjasok nem számíthatnak ellátásuk korrekciójára. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt közölte, hogy megvárják a törvényben előírt novemberi időpontot, miután az idén reményei szerint csökken az infláció. Emlékezetes, hogy tavaly és tavaly előtt nyáron is emelték a nyugdíjakat, mert látszott, hogy a pénzromlás mértéke nagyobb lesz a vártnál. Gulyás Gergely szerint most viszont van esély arra, hogy bejöjjön, amit terveztek. Az ellenzéki pártok és a nyugdíjas szervezetek arra hívták fel a figyelmet, hogy az infláció az idén is magas a nyugdíjasok által vásárolt termékeknél, elsősorban az élelmiszerek esetében. A januári 15%-os emelés szerintük már megette a drágulás. A kormány várakozása értelmében augusztusban jelentősen csökken az infláció, 15% körül várható, és az ősszel gyorsabban mérséklődik. A kancellária miniszter ezzel indokolta, hogy már csak egy hónapig marad 7 termék árának maximalizálása, és utána fokozatosan megszüntetik. A fokozatosságot úgy kell érteni, hogy ezek az élelmiszerek is bekerülnek abba a körbe, amelyeknél kötelező akciót kell meghirdetni a boltokban. Gulyás Gergely közölte, a kormány realistának látja, hogy le tudja törni az inflációt, amely egy számjegyű lesz év végére, de akár már december előtt is. Szakemberek azonban emlékeztettek rá, hogy az árstopp megszüntetése után az érintett élelmiszerek akár 50%-kal is drágulhatnak, ami viszont lassíthatja a pénzromlás ütemének csökkenését. A főpolgármester szerint a fővárosi lakógyűlés elnevezésű szavazás eredménye nem csak őt, hanem a kormányt is kötelezi. Karácsony Gergely elmondta, várja a választ arra a levélre, amelyet a várható döntésekről küldött a miniszterelnöknek. Arra számít, hogy ismét összeülhet a főváros és a kormány egyeztető fóruma. A főpolgármester általános helyettese közben megerősítette, hogy túlélő programjuk és az energiatakarékosság ellenére augusztus végére már 40 milliárd forint mínuszba süllyedhet az önkormányzat költségvetése. Kis Ambrus szerint jelentősen csökkenhetne a hiány, a kormány, illetve az állami cégek kifizetnék tartozásaikat az önkormányzatnak és gazdasági társaságainak. Az országgyűlés várhatóan július első napjaiban szavaz a pedagógusok jogállását is megváltoztató törvényről. A Parlament Kulturális Bizottságának kormánypárti többsége mindössze egy órányi vita után elfogadta az új jogszabályt. Az ellenzéki pártok mind a 40 módosító javaslatát leszavazták. A legfontosabb változás, hogy megszűnne a pedagógusok közalkalmazotti jogviszonya, helyébe a köznevelési foglalkoztatott jogviszony kerül. Sokan bosszú törvénynek nevezték a tervezetet, miután szerintük a tiltakozások miatt a kormányt csak a bosszú szándéka vezérli, a sztrájkot ellehetetlenítő intézkedésekkel és a véleménynyilvánítás tilalmával. A jogszabály múlt heti parlamenti vitája közben a tiltakozók a Kossuth téren demonstráltak. A pedagógusok szakszervezetének alelnöke szerint a nyári szünet vízválasztó lesz abban a szempontból, hogy hány tanár hagyja el a pályát tiltakozásul. Gosztonyi Gábor elmondta, eddig mintegy 2000 pedagógus helyezte letétbe lemondó, illetve felmondó levelét. Sokan azonban csak azután készülnek lépni, ha a kormánypárti többség valóban megszavazza az új törvényt. Az alelnök úgy vélte, ha a jövőben azokból a szaktanárokból is hiány lehet, akikből eddig nem volt. Példaként említette, hogy a természettudományos tárgyakat, az informatikát és a nyelveket tanító pedagógusokat korábban is lasszóval kellett vadászni, ez a kör azonban a jövőben kiszélesedhet.
A magyar miniszterelnök szerint az Európai Uniónak napjainkban nagyobb szüksége van a Balkánra, mint fordítva. Szarajevói látogatásán Orbán Viktor arról beszélt, hogy az ukrajnai háború felértékeli a Balkán szerepét, miután ez az unió utolsó jelentős erőforrás tartaléka. Megjegyezte, hogy az unióban most minden mozgásban van, nagy átalakulások zajlanak a gazdaságban, a technológiában és a biztonságpolitikában is. Magyarország azonban mindentől függetlenül támogatja, hogy Bosznia-Hercegovina mielőbb legyen tagja a közösségnek. Mint mondta, ez a szuverén magyar külpolitika óvaja. Megismételt azt is, hogy nem támogatja a szankciókra épülő politikát, mert az nem vezet eredményre. Azt azonban nem említette, hogy Magyarország is megszavazta az unió 11. szankciós csomagját. A miniszterelnökséget vezető miniszter sajnálatosnak nevezte, hogy az Európai Bíróság szerint uniós kötelezettséget sért a magyar menekültügyi szabályozás. Gulyás Gergely úgy vélte, az unió napjainkban tévesen értelmezi a menekült jogot. A bizottság nem jelöli ki azokat a jogszabályi kereteket, amelyekkel a menekültügyet lehetne választani a migrációtól. A bíróság azt hívogásolta, hogy a menedékkérelmekre vonatkozó szándéknyilatkozatokat csak a belgrádi vagy a kijevi nagykövetségen lehet beadni. Ez a gyakorlat nem felel meg az uniós jognak, mert megfosztja az érintett harmadik országbeli állampolgárokat vagy a hontalandokat attól, hogy kérvényezzék a menedékjukot Magyarországon. A magyar kormány a koronavírus világjárványra hivatkozva változtatott 3 éve az addigi eljáráson. Elképzelhető, hogy további 1 évig posztján marad a NATO főtitkára, miután a tagállamok egyelőre nem tudtak megegyezni utódáról. Jens Stoltenberg, aki korábban norvég miniszterelnök is volt, és éppen 10 éve lett a szövetség első embere, már korábban jelezte, hogy távozni kíván. Néhány napja azonban Joe Biden amerikai elnök is arról győzködte, maradjon, mert a szövetségesek nem jutottak egyetértésre az ügyben. A váltásról a július 2. hetében Litvániában tartandó csúcstalálkozón kellene megállapodni, de erre jelenleg kevés az esély. Ráadásul a tagállamok többsége nagyra értékeli Stoltenberg tevékenységét, amelyet Ukrajna támogatása ügyében fejtett ki az utóbbi időszakban. Az izraeli államfő felelősségteljes viselkedése szólította fel országa polgárait a Cisjordániában történt merényletek után. Yitzhak Herzog kijelentette, a terroristák támadásai nem maradhatnak megtorlatlanok, de a békét meg kell őrizni. Palesztin merénylők 4 izraelit agyonlőttek és 4 másikat megsebesítettek az Eli nevű telepes falu közelében. A tettesek 2 voltak, egyiküket az izraeli biztonsági erők a helyszínen lelőtték, a másikkal pedig autós üldözés után végeztek. Az izraeli hadsereg szóvivője szerint a merénylők valószínűleg kapcsolatban álltak a gázai övezetet irányító Hamász terrorszervezettel. A támadás előtti napon az izraeli hadsereg terrorellenes kommandója több órás tűzharcba keveredett a palesztin fegyveresekkel, akik közül több meghalt. Izraelben várhatóan erősödnek a tiltakozó megmozdulások, miután a kormányfő közölte, folytatni kívánja az igazságügyi reformjának megvalósítását. A terveket az országon belül és a nemzetközi szintéren is hatalmas felháborodás fogadta. Benjamin Netanyahu bejelentése előtt az ellenzékkel is egyeztetett, de a tárgyalások megszakadtak. A legnagyobb tiltakozást az a terv váltotta ki, amely korlátozná a legfelsőbb bíróság jogait. A testület ugyanis a jövőben nem bírálhatná felül a jobboldali kormány és a jobboldali többségű parlament döntéseit. Az ellenzék egyik vezetője volt kormányfő Yair Lapid arra figyelmeztetett, ha Netanyahu kitart, akkor rá fog jönni, hogy Izrael kevesebb, mint a felének a miniszterelnöke, és a Knesset kevesebb, mint a fele támogatja. A francia elnök új pénzügyi paktum létrehozását sürgette, hogy le tudják küzdeni a szegénységet és a klímaválságot. Emmanuel Macron úgy fogalmazott, sokkal többet kell beruháznunk, és még több magánpénzre is szükség van. Párizsban mintegy 50 állam és kormányfő részvételével
két napon át tanácskoztak a megoldandó problémákról. Környezetvédő civil szervezetek és klímavédelmi aktivisták bevonásával tárgyaltak a szükséges reformokról. Krisztalina Georgieva, a Nemzetközi Feloldala vezérigazgatója bejelentette, sikerült megállapodni arról, hogy a szegény országok 100 milliárd dollárt leívhatnak az IMF valutatartalékából. Antonio Guterres, ENSZ főtitkár viszont úgy vélte, hogy a nemzetközi finanszírozási rendszer csődöt mondott, ezért jelentős változásokra van szükség. Az új szlovák miniszterelnök bátornak nevezte az államfőt, amiért bejelentette, nem száll újra versenybe a posztjáért a jövő tavasszal esedékes választáson. Hudor Lajos közölte, tiszteletben tartja a döntést, hasonlóan nyilatkozott az ellenzék vezére Robert Fico is, bár hozzátette, nem lepte meg a döntés, miután szerinte az elnök mindig hátat fordított az ország polgárainak, amikor szükség lett volna rá. Zuzana Csaputová személyes családi okokkal indokolta elhatározását, mondván nem lenne elegendő ereje, hogy újabb 5 éves ciklust vállaljon. Egyúttal közölte, a jelenlegi mandátumából hátralévő 1 évben továbbra is arra törekszik, hogy a tisztesség, a nyugalom, a tárgyilagosság és az alkotmányosság pillére legyen. Egy felmérés szerint egyébként a szlovákok többsége Csaputovát tartja a legmegbízhatóbb hazai politikusnak. Itthon több mint 2200 programmal várták az érdeklődőket a múzeumok éjszakáján. Már a viradóra országszerte csaknem 500 kulturális intézmény vett részt az esemény sorozaton. Koncertek, tárlatvezetések, interaktív események is várták a látogatókat. A rendezvény az idén a Trendben vagyunk szlogen köré épült, kiemelt helyszíne pedig Veszprém volt. Budapesten ezúttal is egységes karszalaggal keresették fel az érdeklődők a programokat. A Budapesti Közlekedési Központ kizárólag ezen az éjszakán múzeumi járatokat indított. Ami pedig az időjárást illeti, a hétvégére véget ért a kánikula első hulláma, de azért még marad a meleg. Több órás napsütésre számíthatunk, csak néha zavarják ezt meg gomoly felhők. Elvétve alakulhat ki zápor, zivadar. Erős lesz viszont a szél. A hőmérséklet napközben 26 és 31 fok között alakul, estére 11 és 18 fok közé hűl le a levegő. A jövő héten is ilyen marad az idő, sok eső várható. És eddig tartotta a híradó. További információkat találnak két honlapunkon, a hetitv.com és a brauerpress.com portálon. Köszönöm figyelmüket!